1940. szeptember 24-én született Újvidéken, 1963-ban diplomázott az Újvidéki Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén, utána 7 évig a Magyar Szó munkatársa és színi kritikusa volt. 1971-ben tanársegédnek vették fel a tanszékre, s az egyetemi ranglétrán végigmenve egyetemi rendes tanára, sőt 8 évig tanszékvezetője is volt az intézménynek. 1986 és 2003 között a Híd folyóirat kritika rovatának szerkesztője, 2005 és 2008 között főszerkesztője volt. Kritikáival, tanulmányaival, könyveivel színházi életünk meghatározó személyiségének számított. 2008-ban nyugdíjba vonult, de a vajdasági magyar közösség életében mindvégig tevékenyen részt vett. Szerkesztőségünket annál is inkább megrázta a tragikus hír, mert a múlt héten még nálunk járt és interjút adott a Vajdasági Magyar Televíziózás közelgő 50. évfordulójára készülő dokumentum műsorunknak az első részében, amelyet majd a jövő vasárnap 23-án sugárzunk. Ez lett az utolsó interjúja, amelynek részletével kegyelettel adózzunk a műsorainkban mindig szívesen közreműködő Gerold László tanár úr, sokunk kedves barátja emlékének. Később írtam másféle kritikákat is, nem csak ilyen szőrös szívű, kemény kritikákat, hanem olyanokat is, amelyek tulajdonképpen dicsérték a műsort, vagy nem az egész műsort, a műsornak egy-egy részletét. Volt egy nagyon érdekes körkép műsor, amelyben föltétlenül meg kell dicsérnem egy maradéki riportot, amelyet Vicsek Károly csinált, és amely azért volt érdekes, mert ahogy akkor írtam, majd idézem is, ha lehet, tulajdonképpen az volt benne a jó, hogy okosan, kulturáltan, feleseltek, vitatkoztak a nyilatkozók, utaltak a város helyzetére, a viszonyokra, az elhallgatott vagy megkerült problémákra.